Köszöntelek, legyen szép napod. Most egy pár nap eltelt az 5-e óta, tehát május 5-e óta. Az azt jelenti, hogy ma van május 11-e. Ezt a területet permeteztem level a kézi permetezővel, és hát 6 nap múltán, tehát ennyire tisztult le a bepermetezett terület, körülbelül itten ezen a részen mentünk a permetező szerrel végig. Hát látszódik valahol, valahol megvan égve így a fű, de még 6 nap múltán, ahogy elnézem, sok helyen van olyan növény, ami meg van maradva. Na mostan így nem akarok beleokoskodni, mert tényleg én ezt ilyen téren, semmilyen téren se értem, hogy most még fű fog megmaradni, vagy még fű nem fog megmaradni. De olyan szabály van, azt hiszem, ebbe a permetszerbe, hogy ami nemes növény, az megmarad, és akkor a kimondottan a gyom növény fog majd elpusztulni. Hát remélem, hogy így lesz. Tehát itten ott látszódik, hogy a orgonomok, ilyesmi, azok szépen ott megmaradtak. Tehát azokat nem bántotta, de viszont itt lent lehet látni, hogy így megégett a fű. Tehát, hát nem tudom, ezt így, ahogy mutatom ezt a kis területet itt. Most mennyi nézetméter? Hát ezt a terület, ez körülbelül egy olyan, mondjuk, tehát ottan, most fúj a szél is, most lehet, hogy most a hang se lesz jó a videóban, de mindegy, most ezt így megcsináltam, ez körülbelül egy olyan 5 méterszer, 5 méter, hogy legyen több, tehát onnastól számítva, odáig mondjuk, a körül, tehát 1, 2, 3, 4, 5, hát akkor legyen egy olyan 6 méter, 6 méterszer, 6 méter, inkább lelépem, mert tényleg így szemüvegen keresztül nagyon kanzsi dolog így mondani valamit. Szóval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hát így 10 méter, tehát 10 méter, és akkor ebbe az irányba 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ez legyen itten mondjuk 10, hát akkor keveset mondtam, nem 6x6-os, hanem 10x10-es a terület. Közben köhögök, mert tehát allergiás vagyok így a fűre végső sorban. Oké, ezt a területet permeteztem le. Úgy mondva, hát kétszer 2 liter, tehát permet lett összekeverve, tehát az azt jelenti, hogy a 2 liter vízbe 50 milli ezt a vegyszert kevertem bele, és akkor tehát 2 dobozzal használtam ki erre a területre, körülbelül 2-szer kavartam, de viszont az utolsó keverésből abból még maradt annyi, hogy így a háznak így a töver részébe, tehát vagy hogy mondjam, tehát így a járda szegélyébe szinte ezt a 5x5-ös kis épületet, tehát arra is egy picit, meg itt arra is, sőt, mitől még amarra egy kicsit még messzebbre is, tehát úgy mondva, hogy így a kerítésnek a szegélyeit végigmenve kívül, tehát ez itt akkor, ahogy mondtam az elébb, az 10 méter körülbelül, amarra meg az épület az 5x5-ös, és még akkor ahhoz megy hozzá mondjuk olyan 3x3-as terület, tehát de már csak annyit akartam mondani, hogy végső sorba elég nagy területet be lehet szórni ezzel a kis kézi permetezővel. Oké, az más kérdés, hogy mennyire hatékony. Tehát, ahogy mondtam is, hogy ezt én találtam egy pókembert. Nem, mi ez, pókember? Pókember, na.
pókember, de nem repül, mert ez itt van. Szóval, na, azt akartam mondani, hogy hát mennyire lesz hatékony, tehát akkor még majd csinálok egy videót arról, hogy amikor majd lesz a, tehát ugye eltelik a, tehát már 20, ha jól tudom, 20-áig van a két hét, tehát 5. hétű számoljuk 20-áig, körülbelül május 20-áig, ezt a idő, tehát hogy két hét van adva arra, hogy körülbelül mi lesz a teljes pusztulása ennek a fűmennyiségnek itten. Tehát én bizakodok már így látványra, már azért csak nem annyira dugvás, legalábbis itten, ahol beszóltam. Tehát, hát, hogyha jó lesz, mert mondom, tehát ez olyan terület, hogy mondom, hogy ilyen csatorna, ilyesmi, az tényleg nincsen, nem tud lefolyni a termesszel, csak tényleg ide a növényeknek a töveibe. A permetezéskora állatok azok ilyesmi gyerekek. A gyerekek azok nem állatok, de viszont az állatok azok állatok, tehát az állatok azok el voltak távolítva volt a területről, amelyiket tudtam, tehát a házi állatokra gondolok. A madarak arra messze szépen el vannak. Tehát azok ott arra szépen el vannak. Messzebb, hogy vannak? Jó, ha mondjuk messze el vannak a madarak. Tehát az a lényeg benne, hogy itten a főnövényeket azt nem bántotta. Végső sorban, tehát tényleg nem. Itt lent azokat a gyomnövényeket meg azért szerintem úgy kinyírkászolta, vagy megszárította. Tehát érződik is, amikor lépünk rajta, hogy a száraz. Tehát érződik rajta, hogy ez így kezd száradni. De szerintem már hosszú lesz a videó, mert tényleg így csak ezt akartam megmutatni. És akkor nem tudom, ebben a videóban is mondom, mert itt nem hoztam se permetező, semmi, csak a területet mutatom. Tehát szerintem így is értelmes. Itt járkálgassak én egy permetezővel, vagy valami. Tehát ennek is majd az lesz a címben, mint a másiknak, csak majd oda lesz írva a címbe, hogy miről van szó. Tehát akkor gondolom lesz az, hogy permetező, kézi permetező 1-2-3, és akkor szerintem ez így már sorba fog jönni a videóba, akit érdekel ez a dolog. Hát azokat tudom elmondani, amit elmondtam, meg ami hát úgy mondom, hogy amit én is a dobozon elolvastam, meg ottan a, hát ami le van írva a leírásba, tehát ennyi információt tudok én is róla, meg azért még azt mindig mondom most is, tehát ezt mindig szoktam mondani, meg hozzá is fogom tenni, meg hozzá is teszem, hogy azért tényleg ebben a permetszerrel mindenképpen vigyázunk, és a használati utasítást azt tényleg tartjuk be, lényegében tegyünk a képhez egy kis zöldet is. Úgy, és akkor ottan meg van a száraz, tehát ami már kezd kiégni, mondjuk eléggé szépen dolgozott, meg még azt is akarom igen mondani, hogy tehát ezzel a kézi permetezővel nem úgy permeteztem, hogy akarom ezt jól mondani, hogy nem így nyomtam neki egyfolytában, mint a őrültek, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát nem így, tehát nyomtam neki rendesen, ahogy kell, szépen sorba, de viszont nem mentem rá kétszer, háromszor, meg nem tudom, ilyesmi, hanem csak egy sorra, tehát ahogy le tudtam követni a permetezővel, tehát nem mentem rá még egyszer oda, hogy még egyszer átpermetezzem, mert végső sorban én is kíváncsi vagyok, hogy most mi lesz benne. Ez meg egy ilyen dokumentum lesz majd magamnak is, meg hát aki majd nézi, annak meg legalább valami iránymutatás etéren. Hogyha lesz, jól mondom így, gondolom biztos jól mondom, ha meg nem, akkor szerintem tehát hogy szerintem így a többi videóval együtt szerintem nagyjából értelmes dolog, amit így próbálok elmondani. Szóval csak hát már ezt is elmondtam. Hát már most mindig mondom ezeket a perceket, hogy már most már ott tartok, hogy 9 perc, 40 perc, tehát majdnem 10 perces videó ez, amit most elmondtam, nem tudom, hogy csinálok-e benne vágás, vagy lesz-e értelme a vágásnak, de ezt így elmondtam, tehát most ez a május 11-i felvétel, tehát
a május 5-től, hogyha számoljuk, akkor 6 nap alatt csinált lesz a területe. Ott is látszódik, hogy a beton mellett a főnövényzet az megmaradt, és ott is a főnövényzet az megmaradt, azt nem bántotta. Oké, és akkor ott meg arra látszódik, hogy megint a nagy főnövények azok ott nem bántottak semmilyen téren se. Igen, hogy mit akarok, tehát lezárom ezt a beszédet, mert tényleg túl megyek már nagyon hosszúra, hogy az a lényeg benne, hogy a használati utasítást, ahogy van, azt mindenki rendesen úgy kövesse, ahogy le van írva, és attól ne térjen el, meg tényleg ez, tehát hogy az óvatosság az nagyon fontos, mert tehát tényleg veszélyes ez a permet szerintem, tehát akkor nem patyára írták rá a gyártók, hogy miért veszélyes, meg hogy tehát, hogy például, igen, hogy még azt nem mondtam el a többi videóban, hogy lehet, hogy elmondtam, de az is lényeges, hogyha mondjuk permetezünk ebben a permetszerrel, akkor amiben keverjük az anyagokat, meg ilyesmi, azt tényleg másra ne használjuk, csak arra, tehát erre a permetezésre használjuk, és megfogni is úgy fogjuk meg, hogy védő felszerelésbe, tehát kesztyűbe, meg stb. Tehát ez szerintem így értelemszerű, meg ez szerintem, tehát, na, szóval itt be is fejezem ezt a videót, mert már szerintem hosszúra nyúlik, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és akkor legyen szép napod, és még ezzel kapcsolatban, majd még, hát nem tudom, tehát még megmutatom azért 20-án, hogy akkor mi lesz a végeredménye. Hát most körülbelül a közepén tartunk ebben a kísérlettel. Ja, meg igen, azt is hozzá akarom tenni, hogy ez egy kísérlet, meg egy teszt, tehát nem ilyen kertészeti tanácsadás, meg stb. Ez olyanoknak szól legjobban, aki mondjuk nem használ életében se kézi permetezőt, meg se permetező szert, ezt a permetezőt, meg bármilyen permetező szert se, és akkor aki meg ez alapján indul el, azért még hiába, hogy most itt a videóban elmondtam ezeket az egy-két dolgot, ami kapcsolatos ebből a permetezéssel, de azért még azon kívül nagyon, tehát hogy több helyről informálódjon arról, hogy melyik szer milyen, mert most ha például amit én elmondtam, hogy az hogy működik, nem biztos, hogy a másik permetszer az ugyanúgy fog működni, mint ez a permetszer. Tehát mindenképpen tehát fajta szerint, tehát permetszer fajta szerint, vagy gyártói, hogy szokták ezt mondani, márka név szerinti termékeket, mindenképpen olvassuk el rajtuk tehát az ő rájuk vonatkozó használati útmutatót. Tehát oké, tényleg nem mondok többet. Köszönöm a figyelmet, és akkor legyen szép napod!